Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen, milliók eleve milliókat. Áldozatunk nem a gazjog címe, jóra parancs. Özvegyek, soha többet férjet nem kereső asszonyok, hadijárvák könnyeiben és néma kesergésben élhettek csak tovább. A hivatalos gyászjelentésekben soha nem hallott falvak nevei Uriv, Szcsucsje, Sztarioszkol, Ilovszkoje, Boldirjovka jelentette az utolsó kapaszkodót a kedveshez, akinek földi maradványai ott porladnak távol szeretteitől. A harc kimeneteléről sokáig csak azt tudhatták az itthoniak, hogy nehéz ütközetekben állnak helyt a magyar honvédek. Az igazság az volt, hogy harcoltak, amíg tudtak. Amíg volt lőszer, amíg volt üzemképes ágyú, amíg a bajtársiasság erősebb volt a realitásnál. Húszesztendei már annak, hogy rendszeresen megemlékezünk a volt magyar királyi II. Honvéd hadseregről, azoknak hősi alottairól, azokról a katonákról, akik politikai döntések okán és nyomán a távoli hómezőkön veszítették életüket, híve azt, hogy az utókor nem felejti el őket. És évtizedeknek kellett eltelni ahhoz, hogy az utókor emlékezzen rájuk, hiszen hosszú időn keresztül ők legfeljebb megtűrtek lehettek-e hazában, mármint emlékük, hiszen a többségük hamvai valahol Szovjetunióban, a mai Oroszországban vagy Ukrajnában pihennek. A politika sokszor beszélt arról, hogy miért és mit tett ez a hadsereg, és minden rosszat elmondtak róla, amit lehetett, sokszor gyalázva őket, sokszor csak legyintve, és arról beszélve, hogy egykoron bűnös politika eleve halálra szánta őket. De vajon van-e olyan katonai és politikai vezetés a világon, amelyik állampolgárait, katonáit nem győzni, hanem elpusztulni küldi a harcmezőre? Nem hiszem, hogy van. Nem sokan vették elő egykoron a Honvéd vezérkar főnökének, Vitéz Szombathelyi Ferencnek azt az 1942. április 11-én keltezett parancsát, amelyben arról szólt, hogy a magyar haza miként készítette föl és állította föl ezt a második hadsereget, amely megközelítőleg 200 ezer fővel, katonával és munkaszolgálatossal indult el a Szovjetunióba. És a parancsnak egykoron jelentősége volt. A rendfokozat nélküli honvéd ugyanúgy a parancsot teljesítette, mint a vezérezredes. A parancs a vezérkar főnökén keresztül érkezett,
akinek az államfő Horthy Miklós kormányzó adta ki. A volt magyar királyi második honvéd hadsereg az akkori magyar honvédség rendelkezésre álló fegyverzetnek és felszerelésnek megközelítőleg kétharmadát kapta meg. Úgy szoktak fogalmazni, hogy az itthon maradottakat szinte levetkőztették. De egy ország, amely a trianoni békediktátum, a trianoni csonkítás után 20 éven keresztül alig fordíthatott figyelmet és pénzt a haderejére, 3 év alatt próbálta behozni mindazt, amit 20 év alatt elfelejtettek. Hiába mondta a honvéd vezérkar főnöke Szombathelyi Ferenc 1942. januárjában Budapesten, hogy a magyar királyi honvédség még nincs fölkészülve olyan szinten a háborúra, hogy azon kívül, hogy megszálló feladatokat látnak el a csapatai, kimenjen és nagyobb feladatokat kapjon. De a németek nem engedtek. 1942. januárjában már nem lehetett szembefordulni és nemet mondani a németeknek. És akkor az volt a feladat, hogy mindent megadni és mindent odaadni, amit csak lehetett. Vádolják ennek a hadseregnek a tisztikarát, parancsnokait azzal, hogy mentették az életüket, nem törődtek a legénységgel. Akkor hogy lehet az, hogy a második hadseregnél a tiszti állomány 20%-a, a legénységi állomány 12%-a és a munkaszolgálatosok 8%-a pusztult el 1943-ig a nagy szovjet áttörésig, amikor megfordultak az arányok. A munkaszolgálatosok a fegyver nélküli szolgálatra kötelezettek veszítették a legtöbbet, mert nem volt mivel visszalőni, és amikor a kondérhoz oda kellett vagy lehetett jutni, ők voltak az utolsók, akik meríthettek. Ha hiszünk a korabeli jelentéseknek, az 1943. április 6-ai összeállításnak, akkor abból azt tudjuk, hogy a január 1-i 194.334 fős élelmezési létszámból 1944. április 6-ára hadifogságba került az orosz híradások szerint 26 ezer fő, sebesülten Magyarországra hazaszállítatott 28.044 fő, és eltűnt és elesett 41.972 fő. Tehát, hál' Istennek, nem 150, nem 200, nem 180, hanem 42 ezer magyar katona áldozta az életét a hazáért, azért a hazáért, amely fontos volt nekik. Az a hadsereg, amelytől parancsnoka, és idézném Jáni Gusztáv 1943. április 9-én a következő szavakkal és gondolatokkal is búcsúzott, és ennek jegyében gondoljunk meg azt, hogy vajon gondoskodó parancsnok volt, vagy a katonáit gyűlölő katonai vezető. Hódolattal hajlok meg lélekben hősi halottaink és sebesültjeink előtt, és megköszönöm valamennyiünk nevében, mit értünk és a magyar jövőért tettek. Egyikünk se felejts el, hogy azok helyett és azok mellé, kik egyáltalán nem, vagy fél lábbal, fél karral, csonkán, bénán kerültek haza, nekünk kell odaállani, nekünk kell szeretteiken segíteni azzal, hogy elvégezzük helyettük azt a munkát, amelyre ők nem képesek. Töröld le a könnyet, adj karod erejéből, szíved melegéből, mert ők még többet adták az életüket. Thank you.
Pontosíts! A második magyar hadsereg tragédiájának gigantikus méretű tablóképe százezernyi emberi sors mozaikjából rakódik össze. Több ezer kortársához hasonlóan a 18 éves Mohai Ferencre is tisztes polgári életút várt volna, de a megálmodott bécsi banktisztviselőség helyett egy aknavetős szakasz parancsnokaként indult el vonata a székesfehérvári vasútállomásról. Hát 42. november 4-e körül búcsúztattak innen a piactéről bennünket, és akkor körülbelül Lugovba érhettünk olyan 10-15 nap múlva, a Briansk erdőn keresztül. Kifelé, amikor mentünk ki, csak a kézi fegyverek voltak, tehát a pisztolyok, a rendszeresített pisztolyok, meg az ismétlő puska. A Dónig előre tört második hadsereg, hát alakulatainak a leharcolt nehéz fegyvereit vettük át. Először az aknavetők a Don túlsó partjára voltak beirányítva, ott volt körülbelül olyan 10-15 bunker, aminek a lőelemeit én megkaptam. De amikor 10-én megkezdődött a szovjet támadás, akkor hát tüzelőállást kellett változtatni. A tüzelőállást azonnal úgy változtattam, hogy a Don felé hát irányított aknavetőket délnyugatra, és igyekeztem olyan helyet találni ennek a tüzelőállásnak, ami közel volt még a Doni bunkerokhoz, mert hát 25-30 fokos hidegbe, hogy a puskás százok szintén így kikanyarodott az ászlóval, hát gondolom, hogy azok is igyekeztek megfelelő hát helyet, vagy tüzelőállást biztosítani maguknak. Úgyhogy nekem volt ott egy fűthető bunkerom, és a katonáinak egy része volt szolgálatban, másik része pihent. Hát egy óránként le kellett váltani. Hát nem volt téli bunda, meg téli kesztyű. Nekem volt egyedül egy bárányből bakacsom, és egy téli sapkám. De a legénység csak ugye a rendes katonaruhán, meg a zubbony alá, csak ilyen meleg pulóvert kapott, meg valami volt ilyen meleg alsóruha, és a meleg kesztyűt. Na de hát abban nem lehetett a kesztyűbe dolgozni, mert hát se a puskát elsütni, se a aknavetőket irányítani, és a lőszert oda biztosítani, hát az csak mesztelen kézzel lehetett. És ugye hát azt nem kívánott az ember, hogy egy váratlan szovjet támadás esetén addig maradjon kint tüzelőállásba. 14-én, amikor jövök ki ebből a bunkerből, körülbelül 4 kilométerre volt egy ilyen nagy erdősáv. És akkor látom, hogy orosz gyalogság tör elő onnét. Azonnal megindítottam a tüzelést. Az irányítóknak mutattam, gyerekek, arra, kettes töltet, és ami belemegy. De én annyi orosz katonát még nem láttam, akik támadtak. És hát akkor a géppuskák is megszólaltak, és nem érték el a puskászázadoknak a védővonalát. Kénytelenek voltak visszavonulni, azonnal beszüntettem a tüzelést, és hogy menjenek, vigyék a sebesülteket. Akkor megjelentek a szovjet hát vöröskeresztesek, hát persze nem lőttünk rájuk, szedték össze a nagyobb sebesülteket, meg a halottakat. Tehát én úgy gondolom, hogy semmiféle előkészítés nélkül támadtak a szovjet gyalogság. Azt gondolták, hogy lesöpörnek bennünket a térképről, tehát pórul jártak. Legközelebbi támadáshoz már hozták az aknavetőiket. Hát ugye az volt az igazság, hogy a 120 milliméteres aknavető tüzereje, meg a mi 80 milliméteres aknavetőnk, hát nem kaptuk meg ezeket a új fegyvereket a németektől, se a
páncéltűrő ágyút, se az aknavetőt. Tehát akkor nyilván az oroszok a legközelebbi, nem tudom hány nap múlva, amikor megkapták az aknát, akkor elkezdték lőni a mi állásainkat. Az volt a szerencsém, hogy ebbe a kis horhosba, hát nem találtok bele, de az egyik aknavető, ami a horhos szélén volt, a repesz megsemmisítette a rajtparancsnokomat, meg még a kezelőt. Jelentettem a századparancsnoknak, hogy hát főadnagyul légy szíves, szúrjál hátra a tüzéreknek, és hát némítsák el ezt a szovjet aknavetőt. Három lövést adtak le a tüzérek, és az aknavető, nem tudom, elnémult. Miután kitartottunk 27-ig addig, amíg a zászlóhaj nem kapta meg a visszavonulási parancsot. Úgy indultunk neki a visszavonulásnak, hogy ki tudja, hogy mikor, milyen szovjet erőkkel hát találkozunk. És hogy mennyire nem volt megfelelő tájékoztatás, meg felderítés, azt mutatja, hogy a falunak a körülbelül közepe táján egy hatalmas német tergépkocsi oszlop volt. Tehát a németek se kaptak megfelelő tájékoztatást, és gondolom ez az oszlop szépen besétált ugyanúgy ebbe a szovjet katonák által megszállt faluba, mint ahogyan mi is beszálltunk. Én amikor már jól ben voltunk a faluba, és hallottam hogy a lövöldözéseket, meg az aknagránátoknak a robbanását, leállítottam a szakaszt, és mondtam a helyettesemnek, hogy itt várjanak meg, én hát kénytelen vagyok előre menni, hát tájékozódni valamit. Hát tök sötét volt, se a hold nem világított, és akkor az orosz csapatok, a falut megszálló csapatok, ez a egy sor ház volt ez a falu, és mindnek szalmatető volt a teteje. És gyújtó lövedékekkel fölgyújtották az összes ház, aztán mindig lassan-lassan mind begyulladt. Mi tök teljes világosságban voltunk, nem láttam semmit. És akkor már nagyobb tüzerő zúzulta erre az útra. Hát nem mentem tovább, hasra vágottam, és akkor tértem észhez, hogy valami baj van a szakaszommal, mikor az egyik aknavetőm a lóvezetővel rohant be ebbe a vénküséges tűzbe, és mondom, hát akkor mi lett a szakaszommal? Hát mondom, vissza kell jutni. Hát először nem tudom, mennyit kusztam, utána, mikor a tüzet még előre helyezték tovább a falu vége felé, és ott is mindent fölgyújtottak, aztán utána akkor már futottam, és itt ennek a német tergépkocsi oszlopnak az első hát tergépkocsijánál találtam meg a hét emberemet. A nyakamba borultak, hogy a zászlós úr él. Hát mondom, hála Istennek még, de mondom, hát azt mondják, akkor mit csináljunk itt, mondják ottan. Visszafelé, ahonnan jöttünk, oda nem lehetett menni, ott minden égett. Tehát a zászlóai 50 járműve, ami föl voltak szerelve élelmiszerrel, lőszerrel, és 10 olyan kocsi is, amikben a sebesülteket kellett volna szállítani. Minden oda veszett. Úgyhogy jóformán mi egyetlen egy lövést nem tudtunk leadni, mert nem tudtuk, hogy hova. És akkor ebből a 7 emberrel, hát visszafelé nem mehettem, próbáltam mondom valamerre kijutni ebből a faluból. Hát akkor eljutottunk egy kis térig, ahol volt egy ilyen templom. A tér már tele volt magyar katona, elesett, megesült. Hát tele volt az a tér. Hát mondom, ezen itt nem lehet túlmenni, már bennünket is levadásznak, hanem akkor jobbra kimentünk az erdősávban keresztül a hómezőre. Északnyugatra mentünk térdig érő hóba, és akkor tudtuk, hogy megfelelő úton járunk, amikor
a homályos reggeli ködbe egy szélmalmot láttunk. Faluba találkoztunk, aztán olyan harmadik gyalogezredbeli katonák, akik még életben maradtak, és ők is úgy kezdtek visszavonulni, és ugyanúgy jártak, mint mi. Akik ott voltunk, csak a visszavonulásnál kapott némi élelmiszerrel voltak ellátva azok a katonák is. Innál meg nem volt semmi. Én nekem nem volt kenyérzsákom, csak egy térképtáska, a távcső, meg a látcső, aztán egy gázállarcok. Február 1-én hajnali órákban láttunk egy falut. Azt mondja, akkor már 4 napon vonultunk vissza, se nem ettünk, se nem aludtunk, mert minden házban a német katonák voltak, és a magyar katona lépett be, azt kilökték. Na most mindenki fázott, meg éhes volt, ott volt az a falu, a falu szélén ott volt egy szovjet gulyás ágyú. Hogy abban mi volt, én azt nem tudom, de a katonák javarésze mind rohant oda, már 4 nap óta semmi. A havat ettük, más nem volt. Én pár emberrel megmentem be a faluba. Tőlem 2 méterre leesett egy akna. De az volt a szerencsém, hogy azon a felin állt, azon esett, ahol nem én álltam, a lovat szétvágta. De ezt nem vettem észre, ugye hasra vágottam, és 8:30-kor én arra ébredtem, hogy valaki pöcsögteti a vállomat. Fölnézek, egy szovjet katona. Vörös csillagos szovjet katona, azt mondja, rámutat, hogy a kaput kap. Egy ilyen hóköpeny volt rajtam, ez tiszta vér volt, a lónak a vére volt, ez a szovjet katona azt hitte, hogy én sebesültem meg. Nyet kaput, ledobtam, az olyan nehéz volt az a hóköpeny, az a lóvérre ráfröccsent, és akkor hozzákezdett a kifosztásomhoz. Először a karórát vette el, akkor megnéztem, reggel 8:30 volt, akkor ugye szerencsére az öltözékemben nem nyúlt, de ami rajtam volt, tehát a pisztolytáska, a derékszí, akkor a térképszál, a messzelátó, meg belenyúlt a köpenyem zsebébe. A köpenyem zsebébe talált egy kulacsot, amiben félig még szeszes ital volt. Azon úgy megörült ennek, na mondom, ha ezt megiszod, te se fogsz. A másik zsebemben meg talált egy nagyon szép kést, ilyen csontnyeles kést, ilyen hosszú pengékkel, azt is elvitte. Megjelent ott, bár előbb jött volna az a aranyvállapos szovjet tiszt, beszüntette ezt a zabrálást. Ez a szovjet tiszt azt, hogy milyen rendfokozatban nem parancsolott ezeknek a katonáknak, hogy kísérjenek bennünket be a faluba, 600-on esettünk fogságba. Mielőtt ez a szovjet tiszt bement volna egy magasabb épületbe, elkiáltotta magát, hogy Offizier Austreten. Tehát a tisztek lépjenek ki, közölte velünk németül, hogy részünkre a háború befejeződött, most hadifogoly táborokba kísérnek bennünket, és ha vége lesz a háborúnak, akkor majd hazamehetünk. A budapesti Szentmise és a koszorúzásokat követően a Pákoz melletti Mészekhegyen a Doni emlékkápolna előtt fellobbanó tábortűz a katonahősök előtti tisztelgés következő állomása. A Don partjáról hazaszállított ismeretlen katona márvány koporsója előtt gyújtott tábortűz fényénél Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára idézte fel 1943. januárjának sorsfordító napjait.
egy szál virág az édesapa, nagypapa, katonafiú emlékére. A Doni áttörés napján nem csak Pákozdon, de szerte az országban emléktüzek gyúltak. Január 13-án értük szól a harang. Vezérkedés úr, Erzsi Balázs hagyományozó főhadnagy, Magyar Taktikusok Szövetsége hagyományozó tagozat vezető, alázatos a jelentkezem. Köszönöm a jelentést. Isten kísérje útjukon a Doni katonáink emlékére. Isten áldjon neked. Köszönjük a jó kívánságokat. Idén 11. alkalommal keltek útra a Doni hősök emlékére szervezett túrára az olasz, román, német és magyar Donkanyarban harcolt szövetséges országok hagyományőrzői. A háromnapos emléktúra január 27-én Bajnáról indult. Majd Héregen átmenetelt a csapat Tardosról Bajra. A katonasághoz vonzódás az egy férfias ösztön, ősi ösztön. Ez minden gyermekben megvan, valakiben jobban, kiben kevésbé. Van, akiben annyira, hogy hivatásos katona lesz, vagy szerződéses katona. Én magam és a bajtársaimat is inkább a korábbi korszakok érdeklik. A katona elődök előtt igazából csak úgy lehet tisztelegni, hogyha valami valós teljesítményt tud nyújtani, és így találtam ki tulajdonképpen ezt a Doni emléktúrát. 11 év után több mint 100 katona menetel évről évre, és most már 4 nemzet katonái menetelnek egymás mellett békében, tehát az egy oldalon szenvedő hadseregek katonái, így az olaszok már 6 éve csatlakoztak hozzánk, 4 éve csatlakoztak a román bajtársak, és 2 évvel ezelőtt a Bundeswehr tartalékos szövetség tagjai, ők értelemszerűen a mostani hadi gyakorló egyenruhát viselik, ugye náluk ezzel a korszakkal nem lehet foglalkozni, viszont az olasz és román bajtársak hozzánk hasonlóan a II. Világháborús egyenruhával felszerelés és fegyverzettel hajtják végre menetet. Hát olaszokkal és németekkel nagyon régi jó együttműködésünk van. Az olaszok azok nagyon hamar csatlakoztak, először a mostani egyenruhájukban, és aztán látva, hogy ez milyen, hogy miről szól, nagyon hamar ők is megcsináltatták a II. Világháborús egyenruhát, és aztán kifejezetten olasz hagyományőrzők is így csatlakoztak hozzánk. A románokat az egyik bajtársam interneten került kapcsolatba velük, meghívtuk őket, eljöttek, és nincsenek tabu témák. Tehát itt beszélgetünk Erdélyről is, 19 német van itt, és hát nagyon élvezik, hogy itt ők együtt emlékezhetnek a katona elődeikre. A Doni tragédiáról az elmúlt 50 évben, 60 évben, mai napig valótlanságok látnak napvilágot. Tehát itt ugye félre magyarázták a történetet. Nekem az öreg Doni túlélők mondták, hogy a második magyar hadsereg nem semmisült meg, majd megsemmisült volna, most nem tudná velünk beszélgetni. Súlyos veszteségek árán, de harcolva visszavonult ez a hadsereg. Mi emlékezni akarunk a katonákra, és arra, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, és a mindenkori magyar hős, és úgy általában a katonahősök előtt tisztelgünk, bármilyen nemzet katonáiról van is szó, mert azt valljuk, hogy az egyenruha kötelez, az egyenruha az vértapad, az ellenségeink és az őseink vére, és ők ezt az egyenruhát nem passzióból hordták, hanem kötelességtudatból. Tehát kutya kötelessége mindenkinek, aki katonaruhát ölt magára, hogy abban megfelelő módon viselkedjen. Ez nem jelmez, ez nem lehet játék, nem lehet öncélú játék, mert az a mindenkori magyar katonáz járatja le, hogyha abban nem megfelelően viselkedik. ...29-én Bajon koszorúzással emlékeztek a Doni harcokban résztvevő hősökre. Köszönöm.
Négy vagy öt éve voltunk itt először a Doni hősök emléktúrán. A második világháborúnak ez az eseménye az olasz történelem egyik legnagyobb tragédiája. Nálunk minden falu és város megemlékezik a Doni áttörésről. Persze mindenki a maga lehetőségeihez képest. Itt Magyarországon sokkal nagyobb és látványosabb a megemlékezés, ráadásul más nemzetek hagyományőrzői is jelen vannak. Nagy megtiszteltetés, hogy mi is itt lehetünk. Ez a túra természetesen halvány képét sem mutatja annak, hogy milyen szenvedéseken mehettek keresztül a katonák a Donnál. Egy kicsit mégis segít megérteni, hogy mekkora áldozatot hoztak elődeink. Bár én személyesen először veszek részt tartalékos csapatom élén ezen a megemlékezésen, a német tartalékosok negyedik alkalommal jöttek el az emléktúrára. Nálunk létezik egy úgynevezett nemzeti gyásznap, amikor a háború katonai és polgári áldozataira emlékezünk, illetve a Koszovóban, Afganisztánban és Afrikában a békefenntartó misszióban elesett német katonák előtt hajtunk főt. Nagyszerű dolog, ha egy nemzet gondol az elesett hőseire. Különösen azért, mert olaszok, románok, magyarok és németek válvetve harcoltak egy olyan ügyért, amiről akkor úgy vélték, hogy a hazájukat szolgálja. Az emléktúra következő állomása a tatai edzőtábor volt, ahol 500 elesett német katona síremléke előtt tisztelettek a több nemzetiségű hagyományőrzők. Negyedik alkalommal vagyunk jelen az emléktúrán, és a jövőben is szeretnénk itt lenni. Nálunk nincs hivatalos állami ünnepség, de természetesen megemlékezünk a halottainkról. Ezen az emléktúrán évről évre nagyon jól érezzük magunkat. Különösen jó, hogy Magyarországon van, mert ezzel a magyar néppel való barátságunkat mélyíthetjük. A legfontosabb azonban az, hogy megemlékezzünk azokról, akik szolgálták a hazájukat és életüket áldozták érte. Függetlenül attól, hogy milyen egyenruhát viseltek és milyen rendszer szolgálatában áldozták fel életüket. A 2011-ben rendezett Doni Hősök emléktúra a tatai vár údonfalai tövében ért véget. A felsorakozott magyar és külföldi hagyományőrzők, valamint a megjelent érdeklődők előtt ünnepi beszédet mondott Michl József Tata polgármestere, Jászdi Balázs a hagyományőrzők parancsnoka és dr. Szakály Sándor történész. Az ünnepi beszédek elhangzása után a város vezetői, a hagyományőrzők és a civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat az emlékműnél. A hagyományőrzők díszsortűzzel tisztelektek az elesett hősök előtt. Ezt a háborút is békévé oldotta már az emlékezés. Ma már szerte az országban emlékművek frissen aranyozott nevei idézik az egykor onnan harcba indulókat és soha vissza nem térőket. 1500 kilométerre tőlünk pedig rendezett temetőkben lehet lerúni a kegyeletet az ott elesettek emléke előtt.
Voronyestől délre, Boldirjovkában, közel 1000 katona földi maradványai nyugszanak. Rutkinóban, a központi emlékhelyen ugyancsak jelképes sírok vannak, de már közel 20 000 hősi halott neve került felvésésre a fekete márványlapokra.